Üdvözlök mindenkit a következő részben, és ugyebár tovább fogom folytatni ezt a remek pályát, ugyebár a bánya nevű pályát, ami egy egész jónak tűnő horror pálya. Ugye legutóbb megtaláltuk ezt a embert, aki igazából él, csak nincs rajta a húsa, de él valahogyan, és ugye megkért minket arra, hogy szerezzünk neki aranypáncélt, szóval akkor ezt fogjuk csinálni most. És... hát akkor menjünk tovább. Igazából... félek. Ja, tényleg, fölnéz. Na, jó, szén. Ezt meg eldobom ezt a könyvet, mi lett nekem ez a könyv, érted? Na, nem kell nekem. Oké. Okay. Tudtam egyszerűen. Oké, okay, akkor erre esetleg... mi ez? Temetési hely. Hoppá. Szóval akkor mindenki, aki meghalt, az ide került? Ah, igen, hogy meghalt, megölték, gondolom, akkor vagy ez a valami ölte meg, vagy pedig a bányában halt meg valahogyan. Ugye a bánya általi veszélyek ölték meg, illetve hogy van olyan, aki simán csak ugye normális körülmények között halt meg. Nem dőlök be ennek. Itt tuti, hogy itt lesz valami poén. Hát ő meghalt. És látszok, én ezt nem merem. Én nem, bocsi, de ezt... ezt így csinálom, hogy távol megyek, nézem, és nem. Meghalt betegségben. Meghalt. Hát ő is... ó, bazd meg! Kérlek, ne... ó. Bocs, akkor... akkor én hagyom, hogy itt legyél. Jó, elveszem a... figyelj, nekem ez tökéletes, jó? Jaj, át van ez, igen, át van texturázva a páncél. Na hát akkor emberek, tessék egy izé, egy ilyen, jaj. Jól nézek ki, nem? Add ide. Na hát tök jól nézek ki, nem srácok? Ki kell kinézni normális embernek. Ilyen jó kis... hát jó, igen, a pályának van egy hibája, de egyébként abszolút nem rossz. Jó, szia. Tudtam. Bele fogok nézni, és akkor jön valami, valami halálos dolog. Figyeljétek meg, benézek. Ez a temetési hely, ez azoknak van, akik ugye megőrültek itt, vagy betegek voltak, vagy normálisan haltak meg, vagy pedig ugye bármilyen más halál. Minden halál, mindenki, aki meghalt, az szerettük, és nem fogjuk elfelejteni. Oké. Okay. Hát ez jó, haver, csak én félek, mert... az a baj, hogy ezt tudja, van benne egy-két gyámszker ebben a pályában. Most bemegyek ide. Srácok, nem? Mi van benne? Skeleton school. Felvettem ezt? Hát is felvettem, tök jól nézek ki benne, nem? Ah, bazd, még ide se lehet bemenni. És mi van arra? Ja, az csak egy kerülő, jó, semmi. Akkor... van az a út, meg az a út. Na most ez hosszú fősó. Ez meg egy gomb. Nem is értem, minek vállal be ilyen pályákat? Komolyan, nem értem. Na jó, menjünk. Menjünk! Menjünk. Menjünk, rácok, jó? Kedves, vagy tisztelt Mr. Venduk, vagy mi? Ó, egy hosszú olvasmány, nézzük, hol lees robajt, hogy mindenre fel tudok készülni. Azt mondja, hogy Mr. vagy na, tisztelt Mr. Venduk, erősen ajánlom, hogy a legutóbbi bányászunkat, azt mindenki, aki, tehát a legutóbb felvett bányászunkat, azt ki kéne rúgni, mert hogy ő nem nagyon dolgozik, és csak könyveket olvasgat. Ja, hogy olyan dolgot olvas el, ami valamilyen... ilyen... hát valamilyen galaktikus nyelv, nem tudom pontosan, amit más nem ért. És nagyon türelmetlen.
galaktikus, nem tudom, nyelven beszél, és mindenkit megijesz, meg ilyenek. Tekintetétől mindenki megijed, illetve ilyen fura nyelven beszél. A személy úgy félnek, mint egy macskának. A sötétben. És itt van ennyi. Tehát akkor van egy csávó, aki aki nagyon fura nyelven beszél, senki nem érti őt, és mindenki tőle fél, mert olyan ijesztően néz ki. És hogy nem nagyon van neki türelme. Gondolom akkor ő volt az a valaki, aki miatt az egész dolog történt. Ja. Tudtam! Mi a fasz? Nem. Nem akarom. Fasz meg! Mi a fasz volt ez? Fakard, gyerünk, fakard! Mi nyúlja meg? Mi volt ez? Amúgy nem, de hogy hogy megmaradt minden hát, mert ezt nem teljesen értem, de mi volt ez? Bazd meg, ez para volt. Nem már. Tudtam, hogy lesz valami szar, nem már, ez annyira rossz volt. Mindegy, jó, akkor menjünk tudtam el, szépen végezem. Hát nem, gyerekek, nekem ez sok volt már most, nem. Nem már. Szar volt nagyon nekem, bocsi, ez fáj. Ez nekem nagyon fáj. Jó. Nem olyan a fényelt, hogy nem volt. Nem olyan a fényelt. Jó, menjünk azon szépen végig. Aha. Átlunk egy játékot. Amit úgy hívok, hogy ölés, gyilkolás, kis barátom, oké, benne vagyok haver, gyerek, csak megöllek, csak kicsit, köcsög. Na, meg lett ki ölve. Nem tudom ezt elolvasni, váltok? Váltok, mi van? Nincs. Valamilyen cső, vagy valamilyen csőrendszer ez igazából, és ugyanez csőrendszer, oké. Kezdem megbántam már most, hogy ezt bevállaltam! Ja, csak beriel, bocsánat. Ah, itt vagyok tényleg. Úgy tisztító. Aha, ez azért van, hogy minden ilyen szucskot eltakarítsam ugyebár a útból. Jó, oké, vágom. Végre, ami értelmes eszközöm van, azon kívül tudok ölni. Akkor ezt szétbírom vele? Nem, csak ezt tudom. Oké. És figyeljetek a fejt! Pont így néz ki, aki minket meg akar tölni. Szóval akkor ők itt meghalt emberek, ahogy vagy valami más. Tudja, hogy abba lesz abba, hogy a aranypáncél. Biztos vagy benne amúgy. Csak nem... Már basszus, ez szar. Egy újabb levél? Három papír? Elolvassuk akkor ezt is. Tisztelt Mr. Vendux, vagy Venduk, vagy mindegy. Ismét én vagyok, az Douglas. Úgy látszik, hogy nem igazán érdekelt téged a kérdésem arra, hogy a kirúgásra, kirúgási kérelmem, na. Nos, tudod, az a srác, aki mindenkit megijeszt, és soha nem dolgozik, nem hagyta el ezt a helyet éjszaka. Tegnap, amikor én a éjszakai őrömet csináltam, ugye az éjszakai figyelés, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, éjszakai őrbeállást, mindegy, észrevettem őt. A föld alá van elbújva, tehát a csatorna rendszerben van. Oké, jó. Igen. És elment miután én... megkérte arra, parancsolta ugyebár azt, hogy mondom, menjen el ugyebár a helyről, akkor ugyebár... igen, megtette, és akkor... De azt gondolja ugyebár ez a csávó, ez a Douglas, hogy biztos vagyok benne abban, hogy tervez egy jobb búvóhelyet találni magának, és ott akar maradni éjszaka is. Kérem, hogy rúgjad ki őt,
ahogy rengeteg kollégám is ezt szeretné. Nem szeretném, hogy itt legyen. Oké, tehát a lényeg az, hogy csávót nem rúgta ki a főnök. És a csávó kiderült, hogy igazából éjszaka benn van. És rejtőzködik. És mindenki ott utálja. Oké, rendben van. Le kéne fekülni, mert tele vagyok minden szarra, ami azt illeti. Ide még, oda még, ó, nem, hogy itt, én is, azt hittem, hogy a ajtóhoz fog menni a vér, de nem. Nő, és nem, ez a mosdó akar lenni. Jó. Igen, mondta is ugyebár a felesztő, hogy ugyebár a konyhából semmi sem kell kivenni, de nem muszáj legalábbis, de én ki fogok venni pár dolgot, körül fogok nézni. Igen, igen, értem most már, de semmi extra. Jó, oké, igen. Jó, sem, és ott még abba. Ó, ez... Tudtam! Jaj! Jaj, bazd meg! Te nyomorék! Te hülye... Mi a fasz? Te nyomorék, te... Még, gyerünk, még. Oké, jó. Ja, még van még, oké, még akkor ég még jobban. Amúgy... Srácok, ez a rész szerintem ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát látszik, hogy igen, lesz itt pár jumpscare a pályán, de ki fogom bírni. Sziasztok!